Főpolgármester szerint Magyarország háborúban áll Oroszországgal. Karácsony Gergely egy tévéinterjúban a műsorvezető pontosítási kísérletét is visszautasította és kitartott emellett. Szerinte egyébként ezért nincsen klímaberendezés a hármas metró szerelvényein. A miniszterelnökséget vezető miniszter abszurdnak nevezte a főpolgármester magyarázkodását. Háborúban állunk. A főpolgármester szerint hazánk háborúban áll Oroszországgal, és ezért nincs klíma a felújított hármas metró szerelvényein. Hozzátéve, hogy ő ezt nem is ígérte meg. Éppen egy háborúban állunk azzal az országgal, amely beszállítója volt ennek a metrókocsi beszerzésnek, tehát ők szankciós listán vannak, és nagyon nehéz bármilyen jogunkat érvényesíteni. Az ATV műsorvezetője azonnal próbált pontosítani, hogy Magyarország nem áll háborúban senkivel. Apró pontosítás, szerencsére nem állunk háborúban senkivel. Hát én azt gondolom, hogy de. Az ilyen mondatok nagyon veszélyesek. Ha ez a háború kiterjedne, ha valóban elérnénk hazánkat, az világháborút és atomháborút jelentene számtalan magyar áldozattal. Hogy lehet ilyeneket mondani? Apáti Bence a Megafon munkatársa szerint nem szabad hagyni, hogy a baloldal belesodorjon minket a háborúba. Magyarországon brutális nyomás van, hogy belesodorjon minket a háború. Háborúpárti plakátkampány az utcákon, zsarolnak az EU-s pénzekkel, a hazai baloldal pedig a fegyverküldést előtt. Bármennyire is forszírozzák, Karácsonyék hazánk nem része a háború. A baloldali politikusok közül már többen is sürgették, hogy hazánk szállítson fegyvereket Ukrajnának. Hát, hogy minden tisztességes ország küld fegyvereket Ukrajnának, úgy Magyarországnak is kéne, igen. Miért nem adunk mi adott esetben lőszert? Egyértelmű, hogy a NATO-nak segítenie kell. Akár katonait is. Hát, hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is. Éppen egy háborúban állunk. Erőltetett mondva csinált alaptalan. A miniszterelnökséget vezető miniszter abszurdnak nevezte Karácsony Gergely kijelentését. Gulyás Gergely hozzátette, a főpolgármester hiába tagadja, mindenki emlékszik, hogy a választási ígéretei között szerepelt a metrókocsi klimatizálása. Karácsony Gergelyt 19. októberében választották főpolgármesternek. Ezt megelőző kampányban hőmérővel állt a metrókocsiban, és ehhez képest 2022. februárjának végén támadta meg Oroszország Ukrajnát, tehát volt elegendő ideje a főpolgármester úrnak, hogy ez egyébként komolytalan hivatkozását megelőzően is teljesítse a választási kampányban tett ígéretét, sajnáljuk, hogy ezt nem tette meg. Most lemegyünk és megmérjük, hogy hány fok van. A főpolgármester a kampányban úgy fogalmazott, a klímaváltozás korszakában légkondi nélkül metróval utazni az igencsak nagy kihívás. Megválasztás után pedig azt is mondta, hogy lesz pénz a metrókocsik légkondicionálására.